Sziasztok! Rada Bálint vagyok. Ez pedig a Nyugi Mese, a Marie Claire podcastje. A mai mesénk Lázár Ervin Dömdő, -dö, dömdő, -dö, dömdödöm. Mikka makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beleszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, aki érdemesült oroszlán, a romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és vacskamati. Te meg ma mint lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Maka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek el kiabálni. Sőt, odajött nagy zoárd is, a lépegető fenyőfa, és nem sokkal később lószerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek. Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgy se veszem le a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét. Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb se tud kitalálni. Egy szóval henceg. Mik, hogy én hencegek? Igenis, Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt. Hadd mondja végig, Aromó! Az oroszlán elhallgatott. Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem, mondta magabiztosan biztosan Bruckner Siegfried. De megint lehúrakták. Jól van, mondta Mikka Makka, ezen nem újon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé. Ki akar versenyezni? kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemút, és dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul neki láttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja. A múltkor mokkával fát vágni mentünk az erdőbe, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm -dö -döm alászorult. Hú, uh hú, -huh, fiú, lengettek, rengettek, fütyörésztek, a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak, dühöngött Bruckner Siegfried. Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers. Miért atlankodott szörnyeteg Lajos? Mikka Makka ráncolta a homlokát. Hát bizony, mondta aztán, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? lobogtatta a papírját szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkodott. Akarta a feje búbját, valami okosat akart kisütni. Ki is sütött? Mert amikor szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta. Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző, maga Bruckner Siegfried. Púszba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Ej, hey, mi a kő? Tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent. Áj mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad. Hmm, – Hát kicsoda! – háborgott Bruckner Siegfried. – Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt! Nem az én írásom ez? Jó, – Jó-jó – vágott közben Mikka-makka. – De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. – Úgy van – helyeseltek a többiek. – Ki az a Petőfi Sándor? – kiabált Bruckner Siegfried. – Sose hallottam a nevét. Elég nagy szégyen, mondta ma De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni. Oh, na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide Póz, arc az ég felé, neki kezdett. Egy kent tyúkanyó, mi a kő? Itt lakik bent a szobában. hú hadonászott a romó, ugyanazt mondott kitekerve, és ráadásul rím sincs benne. – Rímnek kell benne lenni? – kérdezte Bruckner Siegfried Mikkamakkát. – Hát nem árt – mondta az. – De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgy is ráismerünk. – Na jó – mondta újra Bruckner Siegfried. – Akkor nem az anyám tyúkját mondom. – Elkezdte. – Apám tyúkja írt a Bruckner Siegfried. Ej, hey, tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, Kent. Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirógni, szétfűrészelni, dühöngték a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried. Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt! Rukner Szigfrid elsompolygott onnan, s nagy zoárt, a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát. Ugyan, miféle vers ez, mondta szemrehányóan Aromú. Ilyen erővel azt is mondhattad volna, legszebb állata az anaménes, de nem tudja ezt ama ménes. Ha ráterelnék ama ménest, szétiporná az anaménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik aromó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Szigfried is megszólalt. Vagy azt is mondhattad volna, um, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda, ha ráterelné ama csordát, széttiporná az anacsordát. <laughs> Nagyszóár tobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda, meg anaménes? Ugyanazt, mint az anakonda, kiabált közbe vacska Mati az az semmit. <laughs> az anakonda igenis egy állat, bizonygatta nagy Zoárd. Ki ismeri? Tette fel a kérdést Mikka Makka. Senki! Zúgták a többiek. Nem ér, hadonászott nagy Zoárd. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tüzifának. Kinek van természettudományi kis kérdezte Mikka Makka. Senkinek! felelték kórusban. Ezen nem olyan, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy, csiribá, természettudományi, pics, kis lexikon, prucs, és már ott is volt a lába előtt. Nosza, nekiestek, lapozták, csak úgy sisterget. Hányadik betű az ABC-ben az A? kérdezte Vacska Mati. Hátulról vagy előről számítva? érdeklődött Aromú. De akkor már nagy zoár diadallal felkiáltott. Itt van, az 59. oldalon, és olvasta. Anakonda, Eunectes murinus, állat, tíz métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi, és összeroppantja. Hát, legyen neked ez a legszebb állat, mormogta Aromó. De mit volt mit tenni? El kellett fogadni nagy Zóárd versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat. Jöhet a következő, intett Mikka Makka. a méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát. Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpusztulok, belőlem nem lesz tulok. Hát az biztos, kiabáltak a többiek, mert már most is egy nagy tulok vagy. Még hogy elpüsztülök, vihogott Bruckner Siegfried. ha a rühügést. <laughs> Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik? Én, mondta vacskamati. Egy egészen rövid verset írtam. Halljuk! Szerda ablakában csütörtök ül, és Ortit csütörtök ül. Egy darabig csend volt, aztán szörnyeteg Lajos megkérdezte: Miért csütörtökül ordít? Mert csütörtök, mondta vacskamati. Ha péntek, péntekül ordítana. Idegen nyelveken nem tud, akadékoskodott Bruckner Szigfrid. Nem, mondta vacskamati. Ez egy műveletlen csütörtök. Mikka makka megrázta az elnöki csengőt. Elég, mondta. Halljuk Aromót! A romó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére. Rázentített. Bálomböki bag ufan, bálomböki vik a nem ér! Ortított közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy tottául is lehet verset írni. Eszed tokját hotten totta, háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried. Már meg is sózhatod felelte Aromó. Hadd mondja végig! Próbált rendet tenni Mikka Makka. Aromó újra belefogott. Bálom vöki vag ufan, bálom a fun, bulám vákő i ifan, valum vaká vög öfin, vilam buka bág öfön, völim vag á fön, völöm vika a fán. Semmi, mondta Lószerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka. Akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. És ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta, bizony is be, írj egyet. Nem is kell leírnom, mondta Lószerafin. Kapásból is elmondhatom. És már mondta is. Kómirelő kölytyúval kamóri lett kütyül, kumaróli ketyül, kőmuraló kikeül, kőműrula, kótyjel, kemürülú katyóil, kimerülő kutyaul. Oh! Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyaul, szólt a romó. Kimerülhet egy zseblámpa, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól? Esetleg elfáradt. Betette közbe Vacskamati. Miért ne fáradhatnál egy kutya, ahol? Vagy a kutya nagyon nyomja belülről kell Bruckner, Siegfried is Lószerafin védelmére. Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Hát ez igaz hagyták helyben a többiek. Találmánynak nem rossz epéskedett Nagy Zohárd. Csak versnek? Mik a makka megint csengetett. Halljuk az utolsó versenyzőt! Nagy pironkodva előáll dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, dömdödöm. Így szavalt. Dömdödöm. Dömdödöm. Dömdö. Dömdö. Dömdödöm. Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy... Prampapam, prampapam, prampa, prampa, prampapam. No, mondta Mikka csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse. Miért, mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Hmm, engem is, kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried. Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Uh, ilyen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk, kiabálták a többiek. Mikka Makka is Maminti egy babér helyezett dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki. Majd kölcsön adhatod a krumpli főzelékembe, veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dem de dem. Dem de dem. Dem de. Dem de. Dem de dem. Ez volt a mai mese. Vigyázzatok magatokra, egymásra, mindenkire. Jó éjszakát!